Sex challenge, 30 napos szex kihívás nem kevesebbet ígér, mint hogy ha ezt végigcsinálod a pároddal, nemhogy nem fog félremenni, hanem rá se néz másik nőre, és boldogan éltek, míg meg nem haltok. Első este. Én úgy tudom, hogy a hölgyek szeretik, ha megadjuk a módját a szexnek. Nem kapkodunk. Van-e itt a teremben olyan hölgy, aki 8 másodpercnél tovább tudja így tartani a lábát, és még orgazmusa is lesz? De hát nézd meg, első este szegény gyereknek már a testbeszédén látszik, hogy miért mentem ebbe bele. Első este, mi lesz itt még velünk? Szörnyű, de legalább a sört fölteheti oda a talpára. És alkoholba folytja a bánatát. Hát gyerekek, egy férfi ember teste így nem hajlik. Kerékbe kell törni szegény jószágot, és nézzétek meg ránk férfiakra is, micsoda teher hárul. Ha megnézed az árnyékok játékát, nem ér le a térde. Szegény gyerek a 10 körmével meg a faszával tartja magát, és tegye boldoggá az asszonyt. Következő. Hát ez az. Ez segnyalás, vagy lehet, hogy csak szagolgatni kell, ezt nem tudom. És érdekes, hogy nincs másnap még egyszer ez, tehát nem tudjuk, hogy ki nyalja kinek. Ezt dobjatok föl egy pénzt. Ez egy ilyen tipikus magyar főnök beosztott szexpóz. Ez inkább, mint egy háborús jelenet. Nekem olyan. Nem? Ez a ne add fel, Frank, ne add fel. Nem bírom tovább. Mondd meg Jane-nek, hogy szeretem. Annyira nem romantikus. A háromlábú férfi dugja az egylábú nőt. Vagy nem tudom, ilyen néptánc motívumokkal szórakoztatjátok egymást. Már mi nálunk, babám. Egy dologban biztos vagyok, a csávónak nincs ekkora farka. Nincs akkora farka, mint a csajnak a combcsontja, ez biztos. Ha nem szopsz le, kitöröm a nyakad. Gondolom, hogy a férfi van fönn, mert különben nincs értelme, a nő ott mit csinál, ott oda dörzsöli. Gondolom, hogy a férfi van fönt, és abból is gondolom, mert a következőnél itt a nőnek kell fönt lenni. Most gondolj bele, hogy a 120 kilós baromállat ráül a torkodra, érted? A titokszót nem tudod kimondani, mivel leállítod, le kell kopogni, mint az MMA-ba, hogy... Nincs ott a bíró, aki leszedje rólad, az meg olyan kanos, hogy már nem hagyja abba, szóval... Ebből gyerek nem lesz. Viszont a hölgynek tuti, hogy vízholyagos lesz a tarkója. És itt már biztos, hogy fáradnak, mert a következő néz csak. Ez ugyanaz, fáradtam. Össze is vesznek, nem érdekel, ha nem dugunk. Te se tudsz gyertyaállásba elélvezni. Gyerünk, csináld. A lovag kivégzi az áldozatát, vagy nem tudom. Ha ezt kipróbáljátok, arra figyeljetek, hogy mindenképp zárjátok be az ajtót, mert ha rátok nyitnak, kihívják a rendőrséget. Ezt én nő nélkül se tudom megcsinálni. Pakolnám be a seggem alá a révai nagy lexikonokat, hogy nem ér le a lába a nőnek, hát nézd már. A Ripper fivérek bemelegítettek, és túlságosan bemelegedtek. Ennél nagyon vigyázni kell. Figyelj ide, itt nincs az, hogy töltött káposztából bevacsorázol, meg rakott krumpli, hát elokádod magad. Egy rossz mozdulat, az 3 hónap fizikoterápia, érted? Súlyfürdővel ott magyarázkodsz az ortopédián. Jaj, MMA edzésen megrecsent a csigolyám. Adnék a hölgynek a kezébe egy ilyen haskereket, a rúdon egy kerék, tudod, és csak így tologatnám. Hát akkor már gyúrjon hasra, nem? Ez nem tudom, hogy miért extrém, mert eddig extrém pózok voltak, tehát ez egy sima kutyapóz. Ez egy sima kutyapóz. Én nem tudom, hogy miért. Azt gondolom, a csávónak első nap beakadt a dereka, és ő munkába is így megy, tudod? Tehát, vagy nem, vakargatja a gombás talpát, vagy befingott a csaj. Szarvas. Ha ezt kipróbáljátok, arra az egyre figyeljetek, hogy ne az erdő szélén, mert ebből vadászbaleset lesz.
Utolsó képnél járunk, itt látszik, hogy vége van. Tehát ha megnézed, itt ilyen születési rendellenesség sincsen. A csávó idegből töri szét a csajnak a csípőjét. A csaj meg azt mondja, 30 napja baszakodunk. Nekem orgazmusom még nem volt, én magamhoz nyúlok. Köszönöm szépen a figyelmet, fantasztikusak vagytok! Köszönöm!